A Hegyvidéki Magazint látják, köszöntöm Önöket. A mai alkalommal arról fogunk beszélgetni, hogy miért érdemes utasbiztosítást kötni nyaralás előtt. Vendégünk dr. Horváth Péter, a Mabisz utasbiztosítási tagozatának elnöke. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Kezi csókolom, jó estét kívánok. Talán kezdjük azzal, hogy egyáltalán mennyire jellemző a magyarokra, hogy utazás előtt kötnek biztosítást, milyen számban fordul elő ilyen. Ugye egy érdekes nép vagyunk mi magyarok, nem nagyon félünk. Általában azt mondjuk, hogy csalámban nem üt a menkű, ez azt jelenti, ugye, hogy velünk nem történhet meg semmi, elindulunk, aztán majd lesz valahogy. Éppen ez az oka annak sajnos, hogy a kiutazók körülbelül 40%-a köt utasbiztosítást, egy picit talán emelkedett ez a szám az elmúlt évek számához képest, tehát korábbiakban azt mondtuk, hogy a 30-35, most azt mondjuk, hogy 40% körül van azoknak a száma, akik az utazásaikhoz utasbiztosítást kötnek. Ugye itt azért tudni kell, hogy polarizálódik a magyar kiutazás. Ha megközelítek 16-17 millió határátlépő magyar állampolgárnak, a nagyobbik része egy napra utazik, tehát körülbelül egy 10 és 11 millió közé tesszük azoknak a magyar állampolgároknak a számát, illetőleg azoknak a határátlépéseknek a számát, amelyek tulajdonképpen 24 órán belüliek. Ugye átszaladunk Pozsonyba egyet bevásárolni, átszaladunk Bécsbe körülnézni, vagy esetleg Urambocsá Komárnóba egy pohár sört meginni, és hazajövünk. Na most ilyenkor azt gondoljuk, és maradjunk ennél az első kategóriánál, azt gondoljuk, hogy hát mi történhet velem, hát mondjuk a Bécsbe megyek, 40 kilométerre vagyok az ország kvázi határától, ugye Schengen óta ez már nem létezik, de a kvázi határtól 40 kilométerre, ha nekem valamim fáj, vagy valami bajom van, beülök az autóba és hazajövök. Igen, de ez nem mindig így van. Ugye eltörhetem én a lábamat esetleg az osztrák fővárosban, és nem fog tudni olyan egyszerűen hazajönni, vagy ha például ott kapok egy szívinfarktust, vagy ebben a melegben egy hőgutát, biztos, hogy nem tudok hazajönni, és nem tudok az első kórházi Moson-Magyaróvárig eljutni. Tehát, ha nincs egy utasbiztosításom, nincs egy olyan jellegű fedezetem, amely egy esetleges probléma esetén ugye helyettem kifizeti a számlát, akkor nagyba érhet engem. Nézzük a másik kategóriát. Ugye a másik kategóriába 5-6 millió körüli magyar állampolgár tartozik, aki ugye több napra utazik külföldre. Télen, nyáron, valamikor elmegy síelni, valamikor elmegy a nyárból a télbe, vagy nyáron lemegy a tengerpartra. Ők inkább tudatosak már, tehát bennük inkább kialakult, hogy azért én elmegyek több napra, valami történik velem, legyen utasbiztosításom. Mekkora összeget kockáztat egyébként az, aki nem köt biztosítást? Horrorisztikus összegeket kockáztathat. Ugye a nyári időszakban azért azt mondjuk, hogy kisebbek ezek az összegek, de egy magyar átlag pénztárcához képest még ez is horrorisztikus. Ugye mert hova utazunk nyáron? Európán belül vagyunk elsősorban, plusz ugye Törökország, és az Európán kívüli országok legjellemzőbbike az Egyiptom, és hát ez volt Tunézia is, nem is olyan régen még, majd picit ott visszaesett a forgalom. Itt az orvosi ellátás olyan, mondok példákat, például egy búvár baleset esetén egy ilyen 2500 és 4000 euró között lehet például egy keszonkamrás ellátásnak a költsége, ami azért nem kevés. Vagy egy kéztörés mondjuk egy egyszerűbb fazonban olyan 1200 és 2000 euró között, egy lábtörés már ennél több, és ha műtéti beavatkozás is szükséges mondjuk a balesethez, akkor még többe kerül. De mondok egy nagyon egyszerűt, ami mindenkivel előfordulhat, horvát tengerpart, görög tengerpart, belelépek egy tengeri sünbe, és olyan mélyen belement az a kis tüskéje a süninek, hogy nem tudom otthon kihúzni. Na ez kezdődik 45 eurónál, és végződik a 200-250 eurónál, vagy egy bulgáriai példát hadd mondjak, egy egyszerű kullancs csípés, 180 uszkve 250 euró között mozog. Ennyi. Tehát azért számoljunk egy picit. Aki nem tervez extrém aktivitást a nyaralása során, annak milyen biztosítást érdemes választania, mi az, aminek mindenképpen benne kell lennie? Ugye ezek a biztosítások komplett csomagok. Ezek balesetet, betegséget, podgyászt fedeznek, plusz vannak benne olyan különleges egyéb biztosítási
szolgáltatások, mint például egy 24 órás asszisztans, ami azt jelenti, hogy a magyar állampolgár fölhívhatja a biztosító asszisztans központját, ahol magyar nyelven fölveszik a telefont éjjel és nappal, és segítenek, tanácsot adnak, esetlegesen, ha nem baleset érte, vagy nem megbetegedés miatt telefonál, hanem mert elvesztette az útlevelét, megmondják, hogy hova forduljon, kihez, milyen procedúrát kell végigvinni, vagy ha a podgyásza elveszett, elmondják azt, hogy a rendőrséggel hogy kell fölvenni a kapcsolatot, milyen jegyzőkönyvre van szükség a kárrendezéshez, illetve még segítséget is nyújtanak, uram bocsá, egy tolmácsolásban, így telefonon keresztül. Tehát azt kell megnézzük, ha külföldre utazunk, hogy hány napra megyünk, hova utazunk, hányszor szállunk át mondjuk repülőgéppel, amely mindig emeli annak az eshetőségét, hogy az én csomagom sérül, uram bocsá, eltűnik. Mennyi utaspodgyászt viszek magammal, és az milyen értékű utaspodgyász. Ugye ezeket a dolgokat kellene megnéznem, plusz még azt, hogy mi az úti célom. Ha én már elhagyom Európát, vagy közvetlenül azokat a turisztikailag frekventált nyári országokat, mint Egyiptom és Tunézia, és mondjuk Ázsiába utazom, mondjuk Amerikába megyek, akkor egész másképp kell már gondolkoznom, mert az ottani baleseti vagy kórházi ellátások, vagy egyáltalán orvosi ellátások költségei lényegesen magasabbak. Ugye mondtam egy-két európai árat, most mondok amerikai árakat, ha én bemegyek, mert kettőt köhögtem Amerikában egy orvoshoz, és csak annyit kérek, hogy nézze meg a tüdőmet, röntgenezzen meg, ez olyan 400 és 800 dollár között van egy kb. Fél órás vizit keretében. Akkor föl lehet mérni azt, hogy mennyibe kerül egy kórházi ellátás az USA-ban. Tehát ezzel szemben mennyibe kerül akkor egy átlagos utasbiztosítás? Ugye, hát az eddigi költségekhez képest, ha megmondom az árat, akkor ugye mosolyra szalad minden nézőnek a szája. Ez ilyen 300 és 600 forint között van egy alap napi biztosítási díj. Természetesen ezeket aztán lehet fokozni, de Európán belül a legdrágább biztosítások sem haladják meg az 1000 forintot naponta. Miről beszélünk? Ugye, ha én most átsétálok itt a önökkel szemben lévő vérmezőn, és beülök ott egy presszóba, és megiszom egy kapucsinót, akkor már biztos, hogy 6-700 forintot kifizettem. Sokan gondolhatják azt, hogy nem kötnek külön biztosítást, hiszen a dombornyomat kártyához jár automatikusan. Ezekről mit kell tudni, mennyire nyújtanak ezek valóban védelmet? Ugye itt két dolgot nem szabad elfelejteni. Az egyik dolog az, hogy két biztosítási fajta kapcsolódik a dombornyomat, vagy egyáltalán a bankkártyákhoz, az úgynevezett opcionális és a beépített kategóriájú biztosítás. Az opcionális azt jelenti, hogy nekem ezt a biztosításomat éves szinten vagy két évente meg kell újítanom, és ezért nekem fizetnem kell. Tehát figyeljek oda arra, hogy nem járt-e le az én biztosításom, amiben azt hiszem, hogy benne van abban a kis kártyácskában, de lehet, hogy elfelejtettem megújítani, vagy nem figyeltem arra, hogy a bankom figyelmeztetett rá. A másik az úgynevezett beépített biztosítás. A beépített biztosítás a bankkártya érvényességi időtartama alatt biztosít engem a külföldi utazásaim során baleset, betegség és podgyászra. Na most itt jön a második kérdés, hogy minden esetben meg kell nézzem azt, hogy mire szólnak ezek a biztosítások. Ugye a szabályzatot lehet, hogy én amikor megkötöttem a biztosítást, vagy megkaptam a bankkártyámat, bedobtam a fiókba, nem figyeltem oda, és majd amikor az utamra sor kerül, akkor sem szedem elő, vagy már nem találom meg, tehát nem tudom pontosan, hogy mit is fedez. Ez egy nagyon fontos kérdés. Tehát mielőtt én külföldre utazom, és bankkártyás biztosítási fedezettel szeretném ezt a külföldi utamat megkezdeni, keressem meg a bank honlapját, keressem meg azt a régi brossúrát, amiben benne van a szabályzat, és pontosan megmondják, hogy mi mire vonatkozik, illetőleg azt is, hogy hány hetes külföldi tartózkodás a maximum az adott kártya biztosítással, vagy esetlegesen csak Európára érvényes, a világra érvényes, benne van például a sportbaleset biztosítás. Itt a nyár, megyünk buvárkodni, megyünk tengeri vitorlázni, sok minden olyan sportot kívánunk űzni a nyaralásunk alatt, ami esetlegesen egy alapbiztosítási módozatban nincs benne, például nincs benne a bankkártyába. Tehát ezeket meg kell nézni. Meg kell nézni azt, hogy milyen fedezetek vannak. Vannak olcsóbb fedezetű kártyák, tehát például amivel minimális fedezeteket tartalmaz csak a kártya egy baleset, egy betegség vagy egy podgyász esetén, és vannak komplex
nagyvonalú biztosítási fedezetek is ezekben a kártyákban. Ugye, hát ahogy a kártya is különbözik egymástól, van ugye platina kártya, van aranykártya, van bronzkártya, tehát különböző fedezetek vannak ezek mögött, a kártyák mögött. Ugye ezekkel legyünk mindig tisztában, és úgy induljunk el. Elegendő egyébként ebben az esetben önmagában az, hogyha nálunk van a kártya az utazás során, vagy használni is kell ezt ahhoz, hogy... Ez is bankja válogatja, tehát erre is oda kell figyelnünk, és ezért mondtam a szabályzatot, nagyon sok típusú bankkártya van, és nagyon sok típusú biztosítás kapcsolódik hozzá. Tehát ezt nagyon nehéz egyértelműen most azt mondani, hogy ez a zsinór mérték, és minden kártya ilyen, olyan vagy amolyan. Nem. Ezért kell megnézni a szabályzatot, hogy teljesen tisztában legyünk azzal, hogy mi mögött mi található. Az EU biztosítási kártya is egyre népszerűbb, ennek milyen esetleges buktatói vagy nehézségei vannak, mire kell odafigyelni ez esetben? Ugye ezt természetesen tudni kell, hogy ahogy a nevében is benne van, az Európai Unió országaira vonatkozik, illetőleg Svájc is benne van természetesen ebben a kategóriában. De azt tudnunk kell, hogy az egészségbiztosítási kártya kizárólag betegség és baleseti ellátást nyújt, és kizárólag olyan módon, mint ahogy az adott ország, ahol mi beteget jelentünk, állampolgárainak is joga van betegség esetén az államilag preferált biztosítótársasághoz fordulni. Mit jelent ez? Vannak olyan európai országok, ahol például receptdíjat kell fizetnünk. Tehát kapunk az orvostól egy gyógyszert, ezzel a gyógyszerrel bemegyünk a patikába, és ezért kell egy 5 euró, 10 eurós receptdíjat kifizetnünk, plusz ugye a gyógyszer ellenértékét. Aztán vannak olyan országok, ahol például úgynevezett kórházi térítési díjat fizetünk. Ez 7-8-10 euró lehet naponta, például Németország, például Ausztria tartozik ebbe a kategóriába. Az északi államok esetében előfordul az, hogy vizitdíjat kell fizetnem, tehát az első orvosi vizitre, amire bemegyek a panaszommal, egy tetemes vizitdíj költséget kell kifizetnem, mert az adott ország társadalom biztosítottainak is van egy ilyen kötelezettsége. Ugye emlékszünk, még nálunk is volt egy időszak, amikor a vizitdíj bevezetésre került. Tehát ugyanezzel élhetünk együtt külföldön is, és csak azt ne felejtsük el, hogy ezek a vizitdíjak nem a mi pénztárcánkhoz vannak mérve. Vagy például ugye ezek a kórházi napi térítési díjak nem a mi pénztárcánkhoz vannak mérve. Ha most nagyon egyszerűen gondolkozunk, akkor ha egy napos 10 eurós kórházi napi térítési díjat fizetek ki Németországban, azért én egy heti üzleti utasbiztosítást vásárolhatok, ha Európán belül utazom, és tulajdonképpen ezek a költségek nem terhelnek engem. Ezen fölül ugye beszéljünk arról, hogy ebben a biztosítási módban, ugye ebben az Európai Egészségbiztosítási Kártyában nincs benne podgyászbiztosítás. Nincs benne például az, hogyha én a hozzátartozommal utaztam ki külföldre, és én kórházba kerülök, akkor a hozzátartozom nem maradhat kint velem, mert azt nem finanszírozza a társadalombiztosítás. Egy üzleti biztosító azt mondja, hogy egy meghatározott ideig a hozzátartozó kint maradhat velem, és fizetik az ő szállásköltségét mondjuk egy szállodában, vagy ha egyedül utaztam, akkor a hozzátartozó, mint beteglátogató kijöhet hozzám, ezt egy üzleti biztosító nyújtja. Ezzel az európai társadalombiztosítási kártyával erre nekem nem lesz jogosultságom. Mikor érdemes megkötni az utazáshoz képest az utasbiztosítást? Mi van akkor, ha valaki utolsó pillanatban kapcsol? Semmi gond nincs az utolsó pillanatban kapcsolásnál sem. Tudni illik, ma már akár otthonról, akár az interneten, akár a mobiltelefonon, akár útközben, még az autópályán, bárhol van lehetőség biztosítást kötni. A repülőtéren több lehetőség van például becsekkolás előtt utasbiztosítást kötni. Úgyhogy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a biztosítók mindent megtettek arra, hogyha valakinek az utolsó percben jut mindez eszébe, még legyen lehetősége rá. Aki tanástalan információra van szüksége, az hova fordulhat? Ugye természetesen a biztosítók saját honlapokkal rendelkeznek, ezeken a honlapon maximálisan megpróbálnak minden kérdésre választ adni, és lehetőséget is nyújtanak a biztosítások megkötésére. Vannak különböző broker portálok, ahol szintén lehet biztosításokat kötni, illetve hát az utazási irodák még a mai napig a legnagyobb
utasbiztosítás értékesítő piac tulajdonképpen, és ha bárhol egy utazási irodába bemegyek, és lehet, hogy nem is velük utazom külföldre, nem ott veszek menetjegyet, nem ott váltok valutát, akkor is egy utasbiztosítást minden utazási iroda értékesít, és szakmailag nagyon fölkészülten tudnak nekem tanácsot adni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!